Hello, sziasztok! Ez itt a Hiszi a PC Podcast 4. évadának 6. része. Mivel mi egyfelől a komment szekció ütőerén tartjuk a kezünket, másfelől mind pedig... 4 kommenten. Igen, mind a 7 kommenten, mondjuk abból 3-at én írtam. Szóval egyrészt a kommentekre nagyon odafigyelünk, másrészt pedig nem tűrjük, hogy a cionizmus elburjánozzon a podcastben, ezért visszatért hozzánk Kristófunk. Szia, Kristóf! Hello! És hát itt van velünk állandó tagunk, szeretett Imrénk. Szia, Imre! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia, Laca! Na, olyan nagyon rettenetesen izgalmas témáink nem lesznek, viszont ebből garantálható, hogy tök jó beszélgetés fog zajlani, úgyhogy mindenképp maradjatok velünk, főleg abban az esetben, hogyha szeretnétek képbe lenni az olyan aktuál politikai eseményekről, mint például a frissen bezárt, úgyhogy még szaladjatok, hogy már ne tudjátok megnézni. Frissen bezárt World Press fotó, talán ez a neve, 2023 kiállítás, amiben hát voltak olyan, hát ez egy sajtófotó kiállítás, és volt egy olyan kép vagy képsorozat, amiben homoszexuális idősek otthonában Németország, így csak még mert valaki a szívéhez kapna, Magyarországon ilyen nem fordult elő. Németországban, a Fertőben van ez az idősek otthon, és onnan készült egy ilyen dokumentum képsorozat. És hát a Dóró Dóra... Igen? Tájföldön egy ladyboy. Jaj, tényleg egy ladybug. És ugye Dóró Dóra résen volt, és azt mondta, hogy hát ez tűrhetetlen, úgyhogy 18-as lett a kiállítás, 18 pluszos. Volna, de ugye a szenzációs jogi kiskapu az egészben az, hogy nem kérhetnek el hivatalosan igazolványt, tehát így mindenki saját lelkiismeretére volt bízva, hogy a gyermekét kiteszi ilyen traumáknak, mint ez a kiállítás. Illetve, ha már így fölvezettem, akkor megemlítem, hogy ha valaki esetleg rendkívül érdeklődés mutat a Momentum tevékenységére, akkor ma még beszélgetni fogunk arról is, hogy a Momentumosok megszülték a Kolumbusz tojását, csak sajnos a szülés közben ráültek és összetört, ez pedig nem más, mint az, hogy a választási korhatárt levigyék 16 éves korra. Úgyhogy választani már lehet, homoszexuális nyugdíjasok képeit nézni nem. Érdeklődve várom az ezzel kapcsolatos gondolataitokat, észrevételeiteket és világjobbító javaslataitokat. Nektek. Hát is adnám a Kristófnak a szót, és egyúttal téged is üdvözöllek, elfelejtettelek üdvözölni. Köszönöm szépen, szervusz. Hát na most, kezdjük akkor a Laca által felhozott sorrendben, szerintem. Nemzeti Múzeum WordPress fotó kiállítás. Ugye alapvetően ez a fotósorozat nem gyenge idegzetűeknek készült, mert azért ugye a 2023-ban a világ minden tájáról összegyűjtött képeket mutatja be, a mélynyomortól, polgárháborúkon és konvencionális háborúkon keresztül is. Hogy ebbe belecsúszott az, hogy Tájföldön meg Németországban már olyan jó mód van ezekhez a helyekhez képest, ahol mit tudom én, demokratikus Kongóban izé, három RPG és egy hevedernyi PKM gépuska tűzért kell fizetni gyakorlatilag, hogy megszerezd a szomszéd falu kecskéjének egy bögre tejét. Ugye ehhez képest ebben a jó módban ezzel tudnak foglalkozni az emberek, és ez most a mi hasznánkos furkódorkát ezt ennyire megborzasztotta, hát Istenem. Tehát, hogy a művészet mindig is arról szólt, hogyha nem tetszik, lenézzed, de nem kell lecibálni a képet a falról, vagy kimenni a főtérre és nekiállni égetni a könyveket, mert lehet, hogy az még mást érdekelne, ne adj Isten. Egyelőre ennyi, ami azt hát én egy kicsit erősnek éreztem a megfogalmazást, már így, ami az ilyen gúnyos átalakítását. Erre nem tudok mit mondani, ez no comment, szóval ami... Hazánkos waifu párnád van otthon? Nem tudok erre mit mondani, tényleg. Szóval ami a... Nem megerősíteni, sem megcáfolni, ugye? Ó, hát fokozd kérlek. Szóval
ami az egészet illeti, az én érteni vélem, hogy te mit mondasz, hogy a művészet az egy művészeti dolog, az valami olyan, ami egy kötetlenebb dolog, de viszont azt is figyelembe kell venni, hogy azért, hogyha van egy törvény, amelyik létezik, és be van iktatva, akkor azt alkalmazni kell akkor is, hogyha az ügy az bagatelnak tűnik. Mert persze, nyilván egy ilyen kép az bagatelnek tűnik, de hogyha itt nem alkalmazzák, akkor nagyobb esetben se alkalmazzák. Én ezért tudok duró-dúra ezen kezdeményezésével maximálisan egyetérteni. Mert ugyanis persze lehet mondani, hogy ez művészet, és hogy itt amúgy is apró dologról volt szó, csak hogyha itt megteremtődik a precedens, tudom, hogy felénk nem a precedens alapú jog az, ami dévig, de viszont valahol úgy a köztudatba mégiscsak azt terjedte, hogyha erre le van precedens, hogy akkor itt lehet, akkor aztán mindenhol lehet, és akkor már a törvény az abszolút nem működik, meg abszolút elvesztette az érvényét. Röviden így gondolom. Figyelj, eleve szerintem ez egy holva született törvényjavaslat. Tehát, hogy ott kezdődik a dolog, ugye, hogy Magyarországon a korhatár besorolás is csak ajánlás. Tehát, hogy nem tudom, hogy ti lógtatok már be, amikor még fiatalabbak voltatok, 16 vagy 18 karikás filmre. Senki le nem szarja. Ugye ez elsősorban a sugározott médiában egy ilyen Oroszország felé tiszteletnyalintás körként jelenik meg a magyar törvénykönyvben. Ugye ott volt egy ilyen hasonló törvény a homoszexualitás megjelenő médiával, csak ugye mi ezt elkezdtük komolyan venni, és nem csak a tévéről. Ugye a tévében, meg közben ugye a Megasztárban, meg az izében, a TV2-n meg mehet a gender swap, meg tudom is én, főműsoridőben, hozzáteszem, tehát nem is este 10 után, hanem főműsoridőben mehetett a gender swap, mert az a TV2-n van. Tehát egyrészt itt van ez a dolog, hogy már maga az állam is hipokrata mód üzemeli, és halva született az ötlet. A másik meg az, hogy törvények, a törvényeket, ha meghozták, be kell tartani. A jelen pillanatban van most pont az Londonban, hogy egy híd felújítása miatt ki kellett rá függeszteni egy szalmabálát. Mert a 18. században hoztak egy ilyen törvényt, hogyha egy hídfelújításnál lejjebb viszik a híd magassági szintjét, ezt egy szalmabálával kell jelezni. Ugye a angol száz törvénykezésben törvényt nem lehet csak úgy visszavonni. Ez ebből a szempontból egy picit más, meg ugye hivatalosan halálbüntetés járna, hogyha fejjel lefelé rakott fel a karcsinak a fejét a borítékra is, bélyek formájában. Ők ezt nem veszik komolyan, mi meg ezen parádézunk, egy, továbbra is mondom, egy WordPress kiállítással, tehát aminek tényleg az lenne a lényege, hogy idehozták, és azt tudják megmutatni, hogy hello, magyarok, nézzétek, ez történik így a drótkerítésen túl, a világ többi részén, tehát hogy jó, hogy itt vagytok 9,5 millióan, de itt a másik 9,99999999%. Hát a sajnálatos módon letiltott adásban egyébként elég jól körüljártuk ezt a homoszexualitás témát. Én nem feltétlenül térnék vissza most arra a részére, hogy ez betegsége vagy sem, maradjunk annyiba, hogy ez nem tanulható. Ez szerintem egy konszenzusos álláspont, ez vagy van, vagy nincs. Na most ez egy nagyon fontos különbségtétel abban a tekintetben, hogyha azt mondjuk, hogy a fiatalokat a kormányzat a lakosság nagymértékű támogatása mellett megóhajtja védeni a dohányzástól, ezt olyan módon teszi, hogy a dohányboltba nem szabad bemenni, dohányterméket nem lehet hirdetni,
És közben milyen jó, hogy a haveroknak tudod küldeni, mint Igen, az is ügyvéd. jó. És nem lehet filmekben mutatni, tévében nem lehet mutatni, utcán nem lehet, étteremben nem lehet, sehol nem lehet már dohányozni. Egyébként a számokban nagyon jól látszik, hogy a fiatal generációknál már egyáltalán nem menő a cigi. Más kérdés, hogy ők helyette füveznek, tök lényegtelen, most a cigarettáról van szó. Valami, amit látunk. Ha nem látjuk, eldugja, kerülünk, akkor nem akarunk rászokni. Ez működik. Ugyanezt alkalmazni a homoszexualitásra azzal a felütéssel, hogy nem akarjuk, hogy a gyerekeink megbuzuljanak, ezért úgy csinálunk, mintha nem lenne olyan, hogy homoszexualitás, az marhaság, hiszen az az alap felállásunk, hogy a homoszexualitás nem egy tanulható minta vagy viselkedésforma, hanem az ugye vagy van belülről fakadó drive-ból ered, vagy nincs. Ha nincs, akkor nem lesz, ha van, akkor is van, ha ütik az embert reggeltől estig miatt. Ilyen formán megvédeni a fiatalságot a homoszexualitás látványától vagy képi ábrázolásától teljessége felesleges. Én ezzel nem is rugóznék túl sokat. Szerintem a lényeg, amit Kristóf, te mondtál az elején, úgy fogalmaztad meg, hogy a jómódú országok, akik unalmukban már nem tudnak mit kitalálni, ilyeneket találnak ki. Szerintem a helyzet ennél egy kicsit súlyosabb. Én azt gondolom, hogy az összes ilyen segvakargató probléma, mint a BLM, a Me Too, a harmadik hullámos feminizmus, az LMBTQIA, meg az összes Vogue baromság, ezek azért vannak, hogy a közbeszédet folyamatosan eltereljék a lényegi dologról. Mi a lényegi dolog? Az osztálykülönbség. Az, hogy az emberek 1%-a birtokolja a vagyon 99%-át. És nem erről megy a diskurzus, hogy ez miért igazságtalan, pedig George Carlin 20 éve rávilágított erre egy stand-upjában, hogy az amerikai álomban az a szar, hogy nincs belőle felébredés, hanem csak álom marad, mert a rendszer meg van hekkelve, és a buliba mi nem vagyunk meghívva. És az emberek nem erről beszélgettek, hanem arról, hogy mi volt a WordPress fotókeretes. Jó, persze, most nekünk is ez a témánk, erről beszélgetünk, csak ugye szerintem az egész mögött ez van, és ezért vannak ezek a dolgok felszínen tartva, ahol különböző társadalmi kisebbségek és többségek vannak egymásnak feszítve mesterségesen, hogy ne az legyen, hogy ezek az emberek összefognak, a idézőjelben összefognak a gazdagok ellen, megint csak sok idézőjelben, tehát itt nem azt kell elképzelni, hogy fáklyákkal vonulunk a gazdagok váraihoz és kiebrudaljuk őket, hanem hogy valamilyen módon az anyagi javaknak és a jogoknak az egyenlőbb elosztása valósuljon meg a világban. Ugye nem ez a közös munkálkodás, hanem az, hogy az egyik többség a másik kisebbséget és vice versus bebizonyítsa, hogy neki mennyivel jobban van igaza és mennyivel több joga van. Szerintem ez itt a nagy probléma. Meg tényleg valahol az is, én azt is problémának látom, hogy ugye Furkóék az ilyen típusú lépésekkel próbálnák berántani maguk mellé az alapvetően moderáltabb konzervatívokat. Akarjátok, hogy kifejtsem? Már ezt hogy érted? Igen, én feltétlen, mert lenne hozzáfűzni való. Tehát, hogy ez a szélsőséges ideológiáknak mindig is egy jó öreg régi trükk volt, hogy ugye egyrészt próbálják leplezni szélsőségességüket, ezt de jól megaszontam, célsőségességüket. Jól ragoztam ezt a szót? Uh-huh. Létező. Jó. Király. Tehát, hogy ezt próbálják leplezni, és mellette úgy próbálnak bemenni, és halászni a zavarosban a nagy tömegből, amiből ugye megpróbálnak izét mutatni, hiszen ugye az elmúlt időben a két szomszédos választásnál látszódott mind Lengyelország, mind Szlovákia esetén, hogy a nagyon radikális párt nem tudott többséget létrehozni, és ugye a jobboldali pártnak is azért fázott a lába attól, hogy velük koalíciót alakítson ki. Na, de ez a fajta cukros bácsi módszer, hogy most nem tudom, hogy jellemezzem, hogy helló srácok, tudom, hogy ezt is ezt mondják rólunk, de nézzétek, ezzel a dologgal kapcsolatban mi tudja egyetértünk, nem érdekel a többi dolog, amit mi csinálunk amúgy. Tehát, hogy ez a szép, szép, lassú, fokozatos beetetés, vagy hogyha nem is a teljes berántás a cél, hanem addig a pontig való bevonzása, még a szavazat, az aláírás, a bármi más meg legyen attól az adott embertől.
Hát. és ezzel való foglalkozás, meg ugye mellette tényleg az is ott van, hogy egy ideje már nem volt úgy téma a Mi Hazánk, ugye ásott halmon áll a bál, arról most nem beszélünk, akkor tessék, foglalkozzunk a múzeumban kiállított buzikkal. Ezt egyébként én ciklusok óta mondom, hogy az aktuális magyar szélsőjobboldal, tehát az ellenzék az mindig Orbánhoz képest pozícionálja be magát, és az aktuális hazai szélsőjobb az meg azt csinálja, hogy mi tulajdonképpen ugyanazt mondjuk, mint a Fidesz, csak jobban, és nem lopnánk. Ja, és mi nem vagyunk Orbán. Tehát, hogy ez az ajánlat. Ja, és még hierarchikusabbak lennénk. Hát lehet. De hogyha te, vagy mit, hogy lenne a rendőrség helyett, lenne csendőrség, és a rendőrnek nem tányérsapkája lenne, hanem kakastollas süvegje, és akkor ez sokkal jobb lenne. Tehát, nem, körülbelül ilyen, ez az úgynevezett nemzeti radikalizmus, tudod. És elhűlve hallgattam itt a párbeszédet, mert itten sok minden van, ami úgy érzem, hogy tisztázásra szorul. Egyrészt én ezt egy ilyen fals koncepciónak érzem, ugye megemlítetted, Kristóf, hogy így akar a képviselő asszony a mérsékelt konzervatívoknak politikailag szimpatikusra válni. Na most én úgy gondolom ezt, hogy mérsékelt konzervatív, vagy nem mérsékelt konzervatív, vagy szélsőség, ezt én egy ilyen fals fogalomnak gondolom, mert úgy gondolom, hogy van valaki, aki konzervatív, akinek olyan az értékrendje, és van, akinek nem. Én továbbra is úgy gondolom, hogy tehát itt ugye nem... Tehát te azt jelenti, arra gondolsz, hogyha valaki megtartja a böjtöt, meg normálisan jár templomban, az automatikusan azt kívánja, hogy minden buzi talpa alatt fütyüljön a szél? Hát nem, mert... tehát, de én meg egy erről dolog a klerikalizmus, egy dolog a konzert, de nem, szóval az, amit a templomba menés, az a klerikalizmus, az, ami a homokosokat illeti, az a homofóbia, fogalmakat külön kell választani. Most a konzervativizmusról beszélünk. A konzervativizmus az nincs olyan, hogy mérsékelt, meg nincs olyan, hogy szélsőséges, van konzervativizmus, aztán minden, ami azon túlmutat, az más és más van. Klerikalizmus. De figyelj, a konzervativizmus, hogyha így elkezdjük, ne haragudj, hogy félbeszakítottalak. Tehát, hogyha már megint így elkezdjük etimológiailag bontogatni a szavakat, akkor megint egyrészt vegyük figyelembe, hogy mi a konzervativizmus, valamit megőrizni abban az állapotban, ahogy van, ne adj Isten restaurálni, ahogy volt. Egy, mit akarunk restaurálni, vagy mit akarunk konzerválni? Kettő, melyik állapotában? Ez ugyanaz a kérdés, hogy mi a hagyomány, mikor volt mi a hagyomány. Hogy emiatt ezt az érvelésedet szintén egy picit akárminek tartom. Akkor föl csereszavatosként használtam az én gondolataimban a konzervatívat a lájtos jobbal. És akkor talán... Akárhogy nézem, még ebben a fajta koncepcióban is a szélsőséges konzervatív az akkor nem tudom, az lehet, aki a pogánya, táltos hitet akarja konzerválni, és a vannak ilyen hülyék, igen, ezt tudjuk, mert a 2090-es években valahogy a tátos shopok is megéltek Budapesten, de... csak ez akkor, egy dolog, csak most nem róluk beszélünk, szóval most akkor arról mondom, van szó. Akkor hogy a lájtos jobberek, jó? Én ezt értem, én csak felhívtam itt a fogalmakbeli különbséget, szóval itt arról van szó, én továbbra is úgy látom, hogy itten ez nem pártpolitikai manőverezés, ahogy egyébként szóba került Ásott halmon áll, bár nem csak Ásott halmon, hanem itt a teljes határrégióban, az én falumban is megint volt lövöldözés, ugye pár hónappal ezelőtt, egész pontosan tavaly novemberben még erről adás is volt, csak most hároman meg is haltak a lövöldözők közül, ugye akik bevándorlók voltak, és hát állabál itt az egész térségben. Szóval én nem gondolom, hogy ez egy pártpolitikai lépés volt a képviselő asszonynak a részéről, hanem itt egész egyszerűen arról van szó, hogy ő egy olyan politikus, aki egy értékrend mellett letette a voksát. Nyilván ez azzal is jár, hogy bizonyos politikai oldalról, ugye te is ilyen érdekes nevekkel illetted, biztos még sokan illetik őt ilyen névvel,
valakik meg dicsérik. Ő letette a voksát egy értékrend mellett. Nyilván ennek az értékrendnek a mentén ment utána ennek a dolognak. Mondom, persze lehet tréfát csinálni belőle, hogy a dolog az egészen bagatel, csak itten a precedensről van a szó, hogyha most ő ennek nem megy utána, akkor nagyobb esetekben ott lesz a példa, hogy hát ha itt lehetett, akkor ott is lehet ezt az ő konzervatív szempontjából, de mi mondhatom tulajdonképpen, hogy az én konzervatív szempontból lévén én magamat is valahol egy konzervatív értékrendű embernek tartom. Az a másik dolog, hogy nekem nagyon sok terén, én legalábbis úgy érzem az életben, vannak területek, ahol pedig egy progresszív irányt képviselek, szóval én abszolút nem kötöm le magam egy helyen. Tehát itt arról volt szó, hogy ő ezt az értékrendnek, mint értékrend mentén politizáló politikus, végezte tulajdonképpen azt a képviselői munkát, amit nagyon sok képviselőnek egyébként illene végezni, nem pedig csak felvenni a semmire a pénzt, mert lehet nem egyetérteni a képviselő azt, hogy ezt kétség... meg illik kiröhögni a Hatházi Ákost. De ne, de akkor azt hiszem, hogy nem a megfelelő emberrel beszélsz, Lévin, hogy én a Hatházi Ákost, tudom, azt tudom. Az ellenzéken belül, szóval tehát értékes munkát végez, utána megy a korrupciós eseteknek, olyan vidéki falvakat keres, akiket amelyet sokan térképen nem találnak, szóval nem a megfelelő embernek mondod, mert én azt mondom, hogy a Hatházi is, meg a Dúró Dóra is, ők mind azt, amiért az ő választóik, a maguk értékrendje szerint megszavazták, felhatalmazták, hogy végezzék a képviselői munkát, és ennek fejébe kapjanak javadalmazást, annak ők eleget tesznek, és én ezt becsülendőnek tartom. Mondom, lehet nem egyetérteni, lehet egyetérteni. Én önmagában a munkát, a gesztust, meg az értékrend melletti kiállást, legyen az a korrupció ellenes értékrend, vagy a konzervatív értékrend, én azt becsülök. Jó, én ezt valahol értem, amit mondasz, de mellette, tehát hogy az én szemszögemből ez a fajta figyelemfelkeltés, tehát hogy akkor abban egyetértünk, és akkor én is félreteszem egy picit a csatabárdot, leteszem, hogy mindenki álljon ki az értéke mellett, és ha kell, akkor értékrendek mentén, és ilyen típusú ideológiák mentén ideologizáljon. Miért választok ilyen többszörösen ragozott szavakat, fabazd meg? Viszont akkor belekötnék a formátumba is egy picit, ha megengeded. Nyugodtan, nyugodtan. Tehát, azért vagyunk itt. Személyesen én ezt a fajta kiállást, vagy akármit, én előtte még, én továbbra is tartom azt, hogy Magyarországon gyakorlatilag senkinek nincs ilyen becsületi izéje, tehát a politika egy ipar, azért a Dúró Dóra is az fizetéséből él meg, neki az a célja, hogy 4 évről 4 évre minél több ember kerüljön be a parlamentbe, pont. Viszont, ha a formai részéről beszélünk, ez a fajta performance, amit ő itt előadott, a számomra talán még kínosabb is volt, mint amikor, tudjátok, meg volt a két csávó, vagy csaj, vagy egy csávó, egy csaj, nem tudom, akik a Van Gogh festményhez pillanatragasztózták magukat. Megvan még a... Nyáron történt, azt hiszem. Azt hiszem a British Petrol ellen, vagy valami ellen tüntettek, és mivel olajfestmény, leöntötték, és akkor leöntötték paradicsomlevest, és akkor utána odaragasztózták magukat. Igen. Megvan, megvan, igen. Mert, tehát hogy az is hülyeségnek nézett ki, meg tudom is, de én abban, mert ugye én is ilyen street fighter vagyok, ahogy a Vajda szokta mondani, tehát ebből a szempontból tudom azt becsülni, mert fogtam... Abba láttad a progressziót. Nem az. Fogta, elment otthonról, megvette a pillanatragasztót, megvette a paradicsomot, odaragasztózta magát, leégette magát az interneten, hogy felhívja rá a figyelmet, és utána még a rendőrségi eljárással is izért, amíg mit csinált a drága Dóránk, fölkelt az asztalától, megsimogatta a vitéz kőbányai világos, méltóságosságos főúrunknak a szobrát, kiment, átment a Csák János Cárevicshez, és elmondta, hát, Jani,
Az így nem jó. Meg kibőfögött róla egy sajtóközleményt és viszontlátás. Meg utána még egy vagy kettő sajtóközleményt, ami... Tehát, hogy effort szinten lusta. Tudom, képviselőként engedjük meg neki, hogy megvannak ezek a nagyobb izéi, de akkor miért nem megy oda személyesen, és függönyözi el, vagy tudom is én, vagy ott rikácsol a szülőkre, hogy ettől buzi lesz a gyermeke, vagy tudom is én, de ez tényleg ugyanazt az izét keltené, mint hogyha egy hót egyszerű csinovnyik lenne bármelyik izé minisztériumban. Tehát fogta, kitöltötte, érted, kitöltötte a szükséges papírokat az ORTTF-társnak, benyújtotta, és viszontlátást. Tehát, hogy ebből a szempontból sem látom komolyabbnak. Ezt is meg kell csinálni, hiszen az ő kezében van ez a hatalom és képviseleti demokrácia van, de mellette aktívabban is lehet tenni a dologért. Tehát én azt mondod, bocsáss meg, csak annyi, hogy csak egy szóra, hogy tehát akkor azt mondod, Kristóf, hogy amikor a Novák előtt Ferencvárosban elszaladt a szivárványos zászlóval, az valami volt, mert legalább mozgott valamit, de hogy ez a Stréber árulkodás, ez meg ilyen Fidesz mellényzsebéből kikandikolásnak tűnik. Valami ilyesmi, és nem a kilométerek, itt nem a kilométerek, hanem hogy ténylegesen látszódott, hogy őt zavarta annyira, vagy eljátszotta, hogy őt zavarja ez annyira, úgy személyesen veszi le a zászlót, nem az van, hogy a parlamenten belül tesz meg két iroda között egy távolságot, azt jó van az úgy, aztán amikor ezt fölveszi a sajtó, akkor még foghíról oda teszünk valamit a közleménybe. Én, hogyha most már meg tudok szólalni, én ezt abszolút egy pont a szöges ellentéteként és az ellenkezőjét látom, mert magát az analógiát látom fordítva, ugyanis én pont azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen botrányhősi szerep, ami ezzel az olajfestménnyel történt, az abszolút megbotránkoztató, és abszolút nem egy civilizált, nem egy emberi formája, ráadásul ott az emberekben megbotránkoztatás keltett. Itt arról van szó, annyira mélyen érintette. Ilyen téren itt lehet ilyen iskolás hasonlatokkal élni, a stréberkedés, meg stb. De továbbra is az a lényeg, hogy van egy törvény az országban, képviselőnő az monitorozza a közéletet, látta, hogy ez történik, ő utána ment ennek a dolognak, ahogy annak a rendje módja, nem kezdett bele a botrányhősködésbe, és én úgy gondolom, hogy abszolút egyrészt a maga meggyőződése szempontjából helyesen járt el, a választói meggyőződése szempontjából helyesen járt el, meg hát az írott törvény szerint helyesen járt el, most persze lehet. De ne haragudj, de nem. Tehát, hogy ha heti 3-4 ilyen témát hajtana föl, akkor azt mondom, hogy oké, nincs annyi energiája, ideje, hogy úgy teljesen úgy beletegye az izét, de ez tényleg annak a allegóriája, bassz meg, amikor nem is valahogy kibasznak veled az izében, kibasznak veled a étteremben rossz akármit kapsz, és még nem az, hogy a panaszkönyvet kéred le, hanem hazamész, és két hét múlva Google-on leértékeled két csillagra, és viszontlátást. Tehát, hogy ha ez ténylegesen őt ennyire nyomasztja, és te mondtad, hogy te elhiszed azt, hogy ezt a nőt, ezt ideológiai alapon tényleg ennyire bántja ez a dolog. Én meg azt mondom, hogy nekem meg továbbra is azt mutatja be, hogy üzletszerűen csak azért állt bele, mert őt, az ő politikai terméküktől volt ezzel várva, és minimális effortot tett bele. Én nem azt mondtam, hogy ugyanúgy kezdjen el ott fetrengeni az kép előtt, vagy kezdjen el előtte szoptatni, mármint hogy gyereket. Mármint hogy nem úgy, hanem hogy hétközés céljából. Mármint, hogy nem úgy, hanem... Micsoda? Semmi. Na, tehát, hogy ezt föl lehet hívni. Neki is van TikTok oldala, Instagram oldala, stb. És nem azt mondtam, hogy úgy kell megbotránkoztatni, és nem az izé, de ennél még tényleg azt is jobban elviselem, amikor a Szabadság téren a Torockai leverte az izét, a Kolotko Mihály szobrot, és belebajította a Dunába, mert ott,
ott ténylegesen legalább el lett játszva, hogy őket ezt úgy idegesíti. És a magyar ellenzéknek azért voltak előképei, amikor nem csak, ha megcsináltuk a papírforma szerint a lehető legtöbbet, amit lehetett tenni ellene, és szerintünk ez rossz, és ez belebőfögte a mikrofonba, hanem igen, éltek ilyen teátrálisabb, izélyesebb dolgokkal, amivel tényleg el tudtad hitetni, vagy ténylegesen látszik az, hogy ők ideológilag elítélik ezt a dolgot. Parlamentből való kivonulás, parlamenti obstrukció, amikor az ellenzék a Tisza korszakban szíjjel veli a parlamenti berendezés, stb. Nem ezt kérem szó szerint számon, de a kreativitást, meg az energia befektetést, azt igen, hogyha azt akarjuk bemesélni a választóinknak, hogy mi el vagyunk köteleződve emellett. Máshogy látjuk valószínűleg olyannyira, hogy itten nem fogunk konszenzusra jutni, de ha megpróbálom mégis a te logikát szempontjából megközelíteni, hogy mi lehetett az oka, hogy a képviselőnő nem egy ilyen látványos formáját választotta tiltakozásnak. Nem az, csak látványos, mindkettőt is használja, mert hogyha idegesíti, mert hogyha az ő világnézetét ez bántja, akkor lehet ellene többet is tenni, és nem kell ennyire radikális dolgokat csinálni, föl lehet hívni, van egy TikTok csatornád, van egy izét, bemész, megmutatod, elmondod, hogy ez rossz, kifizeted a hirdetést, és ezt terjeszted. Még ezt is meg lehetett volna csinálni, nem, ezt úgy kellett kibányásznia a magyar sajtónak, a felszólalások és közlönyök, meg mindennek a békasége alól ezt az egész igényt és viszontlátást. Tehát, hogyha itt a sajtó ezen nem kezdi el verni a nyálát, meg se hallja a magyar közélet. Akkor, ha megengeded, akkor második nekifutásra is neki kezdenék a mondatomnak, hát ha most be is tudom fejezni. Szóval, ha megpróbálom én ezt a te logikát szempontjából megvizsgálni, és úgy mondjuk megsatszolni, hogy mégis miért akkor ilyen formáját választotta a nem tetszése kifejezésének a túródóra, akkor arra tudok gondolni, hogy például nem akart negatív reklámot csinálni, ugyanis történt egy olyan eset, hogy jó pár évvel ezelőtt, hát nem olyan sok évvel ezelőtt, de én már sajnos már beleestem abba a korba, hogy most már egy 10 éves dolog is olyan, mint hogyha tegnap lett volna, ezért csínyán mondok évekkel, szóval néhány évvel ezelőtt, én gondolom, biztos, hogy nincs 10 éve, bedarált egy könyvet, amelyben ilyen népmeséket írtak át, ilyen homoszexuális, meg leszbikus történetekkel beleszőve. Meseország mindenkiért, ismerem a példát. Tovább. Igen, szóval, hogy ahogy bedarált, ezt a könyvet addig nem vették, igazából eltűnt úgy a sok ilyen hasonló, ilyen újító könyv között, ahogy ő bedarálta, akkora forgalmat csinált annak a könyvnek, akkora ilyen protest alakult ki az országnak a baloldalabbik felén, hogy úgy mondjam, most én is ilyen helytelen magyarságot használtam, baloldalibb felén, hogy forgalmat csinált neki, és valószínűleg jó sokat kerestek azok, akik azt összeszerkeztetik. Szóval lehet, hogy nem akartam most ugyanezt megcsinálni ezzel de a kiállításnak. De ugyanezt elérte, megsugom. Tehát, hogy a kiállításnak az utolsó egy hetében úgy megpíkelte a látogatói számot, ahogy áll. Az izé még meg is köszönte az igazgató. Ez akkor új információ nekem. Úgyhogy... Szóval... Egyetérteni nyilván nem fogunk, de mit mondjak? Voltert tudom idézni, semmiben nem értek egyet azzal, amit mondasz, de hát az életemet adnám azért, hogy mondhasd. Nagyon jó. Én szeretném, ha megengeditek nekem egy kicsit messzebbről megközelíteni ezt a dolgot. Ugye a politikában nagyon szép dolgok az eszmék és az elvek és az ideák, és a nagy politikában, és a másik nagyon fontos dolog azok a számok, a puszta számok. Ezt erre mindig tekintettel kell lenni, ha az ember komolyan akarja magát vetetni. Hogyha szélsőségeket nézünk, akkor Magyarországon a szélső baloldal esetében, illetve az ilyen ultraradikális, szélső liberális oldal esetében, bármikor ezek felmerülnek, akkor mindig beindul a Benny Hill zene, tehát ez ilyen komolyan nem vehetendő dolgok. Nálunk kulturális, történelmi és ilyen népi betagozódottsága leginkább a szélső jobb oldalnak van.
Az látszik a rendszerváltás óta, hogy egy szélső jobboldali identitású párt az 5-15%-ot tud elérni a klasszikus szélső jobb toposzokkal. Ez nyilván függvénye az aktuális gazdasági helyzetnek, a párt vezető karizmájának, stb. Ez az 5 és 15 között. A 15 a plafon. Ez nem csak, hogy a kormányváltáshoz kevés, de még egy olyan tisztességes koalíciós partnerséghez se valami combos. Ezért szokott az történni, hogy egy szélső jobboldali párt általában elkezdi lenyesegetni magáról a tényleges szélsőségeket. Ugye a jobboldal esetében ezek lehetnek az antiszemitizmus, az iszlamofóbia, a militarizmus, a szélsőséges sovinizmus, a roma ellenesség, és így tovább. És maradnak azok a dolgok, most például ott azt látjuk, hogy megmarad ez a valamivel a Fidesznél valamivel talán agresszívebb homofóbia, a Fidesznél valamivel kétségbeesettebb migráns ellenesség, és a Fidesznél egy picit látványosabban jelenlévő ilyen Trianon busongó sovinizmus. Gyakorlatilag ez a három maradt, most pillanatnyilag ugye a Mi Hazánkról beszélgetünk, ugye ráfordultunk a jelenre. Ezzel az a probléma, hogy ez kicsit olyan ez a szituáció, mint az a vámpír, aki éhes és a saját vérét szívja. Tehát a Jobbik mégis, vagy a Jobbik, a Mi Hazánk mégis kitől próbál szavazatokat szerezni? A bizonytalankodó jobboldaliaktól, akiknek büdös a Fidesz, vagy mert ugye a rendes, szélső-szélső jobberek azok azt mondják, hogy hát már a Mi Hazánk se a régi, mióta nem akarnak, nem tudom, krematóriumot építeni, jó, oké, tudom, sose akartak, nem akarom hülyeség irányába elmenni a témát, de hogy... De azért lesz... téglát már összekezdték gyűjteni ott a kertben. De hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nekem ezek nem elég radikálisak. Ha most, hogyha választani kell a karizmatikusnak tekintett Orbán Viktor és a nyerő ló között, meg van egy vesztes ló, akkor miért fogadnék a vesztes lóra? Tehát akkor ezek az emberek nem fognak a Mi Hazánkra szavazni, hanem egyszerűen szavaznak a Fideszre, és túl vagyunk tárgyalva, hiszen a Fidesz is eléggé homofób, eléggé bevándorlás ellenes, és kellőképpen sírja vissza Trianon. Tehát az átlag jobboldali, vagy a jobboldaltól valamivel széljebb, kijebb lévő polgárnak tökéletesen jó a Fidesz. A Mi Hazánknak, de akárhányszor Jobbikot mondok, értsétek jól, a Mi Hazánkra gondolok. A Mi Hazánknak mindig az a dolga, vagy az lenne a, szerintem ebben az esetben, ebben a politikai klímában a lehetősége, hogy vagy azt mondják, mint 98-ban a Tordján Józsi bácsi, aki abban az időben a parlamenti radikalizmust jelentette, hogy összeállunk koalíciós partnerként a Fidesszel, azért, hogy egy nekünk nagy vonalakban szimpatikus eszmeiséget valló párt vagy politikai közösséget alkossunk, és így kormányozhassunk, és közben képviseljük a mi embereinket, a parasság érdekeit, a vidék érdekeit, stb. Lehetne a Mi Hazánk egy ilyen belső koalíciós kontrollja a Fidesznek? Most más kérdés, hogy a Fidesz kétharmadához ugye nincs szükség koalíciós partnerekre, tegyük erős lábjegyzetbe a KDNP-t, tudjuk miről van szó, Fidesz az Fidesz, KDNP egyenlő Fidesz, jó. Tehát technikailag nincs szükségük a Mi Hazánkra, de az lehetne nekik egy út, hogy belülről kritizálnak a rendszert. Annak sok értelmét nem látom, hogy kívülről próbálnak fideszebbek lenni a Fidesznél. Valóban az lett volna ebben a konkrét szituációban szerintem a megoldás, hogy egész egyszerűen a dúródóráik a maguk platformjain tájékoztatják a szavazókat, hogy vigyázat itt, ha elmész az unokáddal, jó, hiszen egy pár lelőtt fekete tizenévesről készült sajtófotót megnézni vasárnap délután, akkor lehet, hogy belefutsz egy homoszexuális kirúzott német nyugdíjasba, ez veszélyes, és akkor minden, nem tudom most éppen hol kommunikál a Mi Hazánk, nem tudom, Alfa Hír vagy Kuruc Info olvasó, így azt mondja, ó, hát én ide nem megyek, és kész. Az, hogy gyakorlatilag ténylegesen úgy viselkedtek, mintha döntéshozói, felelősségre vonói helyzetbe lettek volna, és a kormány egyből ráugrott erre, és azt mondta, hogy nem a Mi Hazánk itt a jobboldali, mi vagyunk az igazi jobboldaliak, és ők megmondták, és mi meg megcsináljuk. Akkor ugye a választó ebből azt veszi le magára a nézvést, hogy hát mégis mi dolgom van nekem ezzel a párttal így ebben a formájában. Tehát nekem egy kicsit ezért faramúci ez az egész helyzet. Zett, levittem a hangsúlyt.
Nem tudok Ja, mit mondani. de gyakorlatilag egyetértünk, hogy te a, hogy mondjam, Paladint hogy fordítanátok magyarra? Hát ez a lovag, ez a szent lovag, vagy... Mit mondtál, Imre? Akkor inkább úgy mondanám, hogy az udvari bolond akart itt főispánt játszani, és sehogy nem sült volna el jól. Hát ez egy igen, ez egyfajta én nem tudok, mit mondani, mert itt tényleg itt azért... Általában azért... Itt ellenszélben vagy, hogy... de majd ne aggódj, ha megafonosok megvigasztanak. Azok csak azok ugyanúgy sok megafonos olvasónk van, meg nézünk, hallgatunk, stb. Higgyétek el, azok ugyanúgy elfújnak engemet, mert azokat az zavarja, hogy a korrupcióval nem értek egyet. Nézzétek, itten most nagy a szakadék, nem tudok veletek egyet érteni, de mondom, én, ha van ellen vélemény is, annak is nagyon örülök. De itt nem fogunk tudni egyetérteni. Azt és azért tegyük hozzá, hogy abszolút, tehát amennyire a szimpátiám engedi, annyira sajnálom idézőjelben, és belátom, hogy nincs könnyű helyzetben most egy idézőjelben szélső jobboldali párt Magyarországon. Tehát tényleg az, hogy a Fidesz a kommunikációját és a gesztusait a jobboldal széle felé lavírozta, Az azért megnehezíti, hiszen egy ellenzéki párt mindig csak gesztusokban és kommunikációban tud valamit villantani, hiszen nincsen döntéshozói helyzetben. Tehát nem tudjuk meg azt, hogy mondhatja azt a mi hazánk, hogy de mi olyan jó kormányoznánk, milyen jó gazdaság lenne. Tényleg? Tehát, hogy ezzel nem tudsz mit kezdeni, ez ilyen megfoghatatlan. Tehát nem, nincs könnyű helyzetük, az igazság. Hát, hogy a mondást tartja a jövő, az mindent eldönt. Addig meg legfeljebb csak jóslatokat tehetünk. Kérdés az, hogy ezt eldönteni, figyeljétek ezt az átkötést, beszartok, hogy ezt eldönteni vajon a... Kitartást, Imre testvér, kitartást. Hirtelen választói piacon megjelenő óriási fogyasztói célközönség megjelenése fogja vajon elhozni, ami egyelőre csak egy meglehetősen hagymázos terv a momentumosok fejéből, amit én az egészben egyébként nem értek, hogy miért gondolták a Momentumnál azt, hogy bárki a mai fiatalok közül rájuk akarna szavazni. Mert az összes mérés és az összes egyébként a józan ész is azt mutatja, hogy a mai fiatalok, értsd mondjuk mit 20 alatt, a vagy nem szavaznak, tehát politikailag abszolút árvának számítanak, vagy egyáltalán nem érdekli őket a közélet, vagy pedig kutyapárt per mi hazánk. Tehát, hogy a fiatalok ebbe az irányba mennek. És hogy a Momentum az, hát lehet, hogy a 15 ezer szavazójukból 8520 év alatti, de ettől még nem egy fiataloknak szóló párt, hogy ők azt próbálják mutatni magukról, hogy ők a fiatalok pártja. Valószínűleg ők attól lettek a fiatalok pártja, hogy a nyugerek nagy rossz, magasról szarnak rájuk, de a kettő nem jár sajnos kézenfogva. Tehát lehet, hogy lehet ám a két cég között a földre is esni, és hogy ezen túlmenőleg, hogy a Momentumot most jól kicikiztem, mit gondoltok erről, hogy jót tenne az országnak, hogy teljesen éretlen és mindenre alkalmatlan dohányozni, vezetni és alkoholt fogyasztani még nem bíró, de már választani tudó emberekre bíznánk az ország jövőjét, vagy pedig inkább nos, rontana? Ha már a Kristóf megszólított engemet, a Gelencsér Ferenc Momentum elnök híres tavaival, akkor úgy érzem, hogy mindenféleképpen magamhoz kell ragadni a szót. Faramúcia helyzet, ugyanis ritkán volt ilyen, hogy még az egyik témában egy erőteljesen konzervatív álláspontot képviselik, addig a következőben pedig következetesen egy progresszív álláspontot. Ugyanis én maximálisan támogatom, hogy a szavazói jogot azt a 16 évre szállítsák le. Ugyanakkor, ez már nekem az addendumom, hogy vezessenek be egy választási cenzust. Tehát kössék hozzá a dolgot, egy bizonyos... És igazából sokan vitáznak azon, hogy mi lehetne ennek a cenzusnak az értéke, mi lehetne ennek a mértéke. A lényeg, hogy olyan rendszert kellene kitalálni, hogy aki szavaz, az tudja, hogy egyáltalán miről szavaz, meg mire szavaz is. Viszont, hogyha valaki ezen átmegy és tudja, akkor én azt mondom, hogy az legyen akár 16 éves, legyen joga neki szavazni, eldönteni,
hogy mi fog történni az országban, kik fogják az ő életét irányítani. Én úgy gondolom, hogy azért a mi világunkban részben a technológiai fejlődés, részben az, hogy azért az be kell látni, hogy ma már a fiatalok egész egyszerűen hamarabb érnek, mint valaha. Most ez bele lehet menni, hogy ez szociokulturális tényezők, az, hogy mit esznek, mivel táplálkoznak. A lényeg, hogy ez egy kézzelfogható tény. Na most persze lehet azt mondani, hogy milyen a mai fiatalság, és lehet ilyen toposzokat elővenni. Én erre azt tudom mondani, hogy azt is meg lehet nézni, hogy milyen az átlag ember, meg úgy alapvetően milyen az átlag szavazó. Ezért mondom én, hogy a cenzusra lenne szükség, és a cenzussal együtt viszont 16 évre leszállítani ezt a fajta jogot. Viszont úgy érzem, hogy sok 16 évest ismerek, aki jobban tudna dönteni, mint akár egy 40 vagy egy 50 éves meglett ember. Ezt is például lehet mondani, mint a 16 éveseknek a saját szülei. Cenzussal még mindig egy picit a fogamat szívva, de már el tudnék gondolkodni a dolgon. Én ugye erről beszéltem már egy-két emberrel, olyanokkal elsősorban, akit érintene ez a dolog. Voltak közöttük 10x-esek is, meg nem 10x-esek is. Passzom, hogy miért kell ilyen nevet adni. Egyesi szintű. Na, tehát, hogy beszéltem a lila 10 évesekkel is, meg a nem lila 10 évesekkel is. Meg ha erre aláírást fognak gyűjteni, akkor én ott mindenképpen le fogok állni erről, filozofálni, beszélgetni valakivel, aki éppen ott lesz annál a sátornál. Valószínűleg elég sokszor megyek át a Boráros tér környékén, hetente többször is, hogyha hallgatóink szeretnének esetleg megverni, akkor ott érdemes várakozni. Tehát a cenzussal már úgy nagyjából oké lenne, mert de ugye a probléma az egész megindítással, hogy ugye a Momentum szintén nem, vagy én legalábbis nem láttam erről semmilyenféle kommunikációt, hogy bármilyen, tehát hogy ennek mik legyenek a keretei, cenzus legyen, ne cenzus legyen, a szülői beleegyezés kelljen, stb., hanem csak így kiokáltak, hogy legyen minden jobb. Jó, legyen. De ennyi. Gyakorlatilag ez az egész, ami itt alapvetően föl van vázolva. Ha egy teljesen kontrollálatlan dolog lenne, ez gyakorlatilag egy olyan demokrácia sokterápia, demokratikus sokterápiává válna, ha értitek, hogy mire gondolok. Ami nagyon-nagyon-nagyon ártana ennek az országnak jelen pillanatban, szerintem. Ugye Betlehennel hosszú ideig nagyon-nagyon nem szerettem Betlehem politikai figuráját. Betlen. De utána elkezdtem egy picit beleásni, és ő mondta azt, ugye ő vezetett be cenzus többek között anno, és ő ezt azzal indokolta, hogy Magyarországon akkor lehetnek szabad választások, hogyha egy, az átlag népnek az egyharmada, vagy annál több része nem él gazdasági nyomorban, ami azért szerintem valahol most is aktuális. Kettő, van egy kormányfüggetlen értelmiség, és ez talán a nyomornál még jobban hiányzik ebből az országból, hogy ezeket az embereket terelje. Igen, erre rá lehet mondani, hogy ez egy ilyen 22-es csapdája, hogy enélkül nem fog kitermelődni egy kormány nélküli értelme, vagy egy kormány meg pártok nélküli értelmiség, nem lesz egy független értelmiség sem belőle, de miatt is tartok tőle, meg ugye már ha megint följött ez a korszak, ugye 1919, segítsetek, a Károlyi kormánynál is már megtörténik az, hogy a nők szavazhatnak, nem csak a vörösök hozzák a 133 napban, ugye? Talán, jó. Tehát, hogy a Károlyék is benyomják azt, hogy a nők is, ugye ott is volt egy műveltségi cenzus,
És ennek ellenére is nagyon-nagyon kevés nőt engedtek oda a férfiak a szavazóurnához. Úgyhogy itt van ez a dolog is, hogy oké, kiterjesztjük, nyerünk évente pár tízezer embert, mert ezeknek a értelmes fiataloknak is egy jó része majd ne adj Isten a szülők otthon tartanák, és ezt már sajnos demokratikus keretek között nem tudod ellenőrizni. Tudani, hogy ezeknek a fiataloknak jó része apolitikus. Én ezt a szülős dologgal, hát nem tudom. Előfordulhat ilyen is, de mondjuk ezt külön szabályozni kellene ilyen esetben, hogy a demokratikus jogával mindenképpen élhessen a szavazókorú állampolgár. Én nem gondolnám, hogy így lenne, szóval családon belül, hogy ennyire vérremenő legyen a dolog. Üzen vannak ilyen családok, azt tudom, hogy nálunk, például úgy működött, persze nem akarom innen példának hozni más családokat, de nálunk, szóval ha volt is politikailag beszélgetésemben nézeteltérés volt, az a legelső, az mindig a család volt, tehát azon nem lett sokra veszekedés, sőt, politikusok annyit hazudnak, meg annyi kárt csinálnak, hogy legalább az otthon, a családban ne legyen ebből probléma. Szóval elképzelhetőnek tartom, amit mondasz, bár egy kicsit drasztikus szenáriónak. Én továbbra is, ezen a téren is úgy gondolom, konzekvensen fenntartom, amit mondtam. Én úgy gondolom, hogy ez lenne a helyes megoldás, meg ez lenne az arany középút, mert az látható, van a fiataloknak egy nagy része, aki követi a közéletet, tudja a közéletet, és átérzi, csak a kora miatt még nem szavazhat, én nekik nagyon szívesen megadnám, akkor is, hogyha történetesen nem azt az értékrendet vallják, amit én, de igen, a sajátjukat meg tudják. Igen, a szavazóknak egy jó része valamelyik irányba eltolt radikális lenne, nagy valószínűséggel. Nem, ez, szóval ezt se tartom feltétlenül törvényszerűnek. Nem gondolom, előfordulhat, persze vannak közöttük, mint a mindenütt. Figyelj, abba gondolj bele, hogyha a fővárosi választások után sikerült a nulláról fölhúzni a közösségi médiáját az izének, a Fidesznek a Megafon intézmény alapján, és ennyi pénzt és energiát és spin doktorokat tudtak belevágni ebbe az egészbe, abba gondolj bele, hogy milyen hamar jelennének meg a How Do You Do Fellow Kids tartalmak. Nem feltétlenül verbális kommunikáció. A múltkor te mondtad azt, hogy egyes közélet és politikai iránt érdeklődő fiatalokra láttad, hogy a különböző TikTok montázs videók mekkora hatással tudnának lenni. Igen. Mibe kerül a Fidesznek létrehozni egy ilyen montázs farmot, mondjuk? Persze, nem sokban, de hát ez alapvetően ez minden korosztálynak, tehát a fiatal korosztálynak ezek a montázs videó, vagy edit videó, ahogy én ezeket még hallottam, ez ugyanaz, mint az idősebb korosztálynak a miniferi kampány, vagy nem tudom, okay. Szóval ott is, akit megfog, azt megfog, akit nem, nem. De azt attól függetlenül sem veszed, szerintem faktoriálisan, hogy azért pszichológusok és társadalomtudósok is mögöttem vannak ebben a kijelentésben. Egyrészt ez a korosztály még nem kifejlett értelmileg, másrészt messze könnyebben radikalizálható. És azt, ami a nem kifejlett értelmileg, azt nem korosztályra, én azt ráhúzom arra, minden olyan választópolgárra, aki egy zsákrumplé hajlandó eladni a szavazatát. De akkor is magasabb a lehetőség és a tendencia, és hiába gondolkodik hideg fejjel és akármivel, megvan az a pont, amikor jó, persze nem egyesével fogja majd a gonosz, vagy nem egyesével vadászna le a gonosz Fidesz a fiatal állampolgárokat, de amint ott vannak a gyerekek a pakliban, és ugye itt még a cenzus sem tudna segíteni, megindulna a direkt kampány, megindulna az és tudnának ebből a tömbből is le csikorgatni, lekaparni magukról. A családi meg biztosan van, tehát hogy lemerem fogadni, hogy lennének olyan fiúk, lányok, akiket a szobájukba zárnak be
a demokratikus szülők, végül kell Ami mennek olyan szavazni. kérdésem lenne, mert most így elgondolkodtam így a gondolatmeneteden, hogy mondod, hogy ebből a Fidesz mekkora hasznot tudna hozni. Ha nekik ez ilyen nagy haszon, akkor miért van az, hogy emelj a Momentum állt be, és nem például ők? Csak van valami oka, hogy nem szorgalmazzák Fideszen belül. Ugye, nem azt, várjátok, nem azt mondtam, hogy ez instant siker. Nem azt mondtam, hogy ez instant siker. Hanem azt mondtam, hogy még ebből is tudnának maguk malmára vizet hajtani. Na, no, hát kimondtad a kurszót, én mert csak az ennek a két szituáció... Ennek a veszélyére is értem. Tehát, hogy a Fidesznek egyértelműen az a lényege, az, tehát, hogy a Fidesznek nagy fejfájást okoz az, hogy minél több embert tartson bent, és tegyen érdekelté a nemzeti együttműködés rendszerében. És hogyha ebbe még bele zuhan egy olyan adag fiatal, akinek a hát jelen pillanatban egzisztenciája nincs, úgyhogy ezzel lekenyerezni és vagy megfenyegetni nem tudod, mondjuk mint a vidéken sajnos a közmunkaprogrammal, vagy a szülőket az állami állással, mert ugye ebből a szempontból egy 16 éves szavazó reklász, érted? Tehát, hogy ebből a szempontból hát először majd nem mondtam azt, hogy jobban tendál a nyugdíjashoz, amiben valahol valami igazság van, de még ahhoz képest is kevesebb ilyen anyagias dologgal lehetne szerintem az ifjúságot megfogni. Ilyen téren. Mi azt illeti, a nyugdíjas dolgot illeti, ezt lehetségesen van ilyen, de például a magam helyzetében én 16 éves koromban kezdtem el dolgozni, szóval, hogyha akkor engem érintett volna, hát én biztos nem egy olyan kiszolgáltatott helyzetben lettem volna, mint egy nyugdíjas. Persze én nem akarom a magam példáját hozni, mert nyilván, hogy nem releváns ebben a dologban, nem ez az általános. De tehát, hogy ha csak a pusztán a számokat nézzük, és azt mondjuk, hogy jó, lesz egy értelmiségi cenzus. Ez a okévés tesztek alapján is elsősorban városi gyerekeknek lesz a privilégiuma. Érted? Nem gondolnám. Nem, abszolút nem. Ebbe abszolút nem értek egyet. Nem azért, hogy hogy magamat hozzam példának, de jó, nem azért, hogy magam személyes, szíves, hagyjad, hogy ne fejezzem. Nem, nem. Fejezd be. Ismerőseim is, tényleg rengeteg. Ez, hogy ugyan már érted, 16 éves a városi a privilégium, nekem korosztályomban, de korosztályomon túl itt, faluhelyen, nem is, hogy vidéki város, faluhelyen, több olyan 16 évest ismernek, aki sokkal jobban tudna dönteni, mint mondjuk egy 50-es vagy 40-es éveibe járó ember. Okay. Ezt abszolút fenntartom. Oké, de ha értelmiségi cenzus van, műveltségi cenzus van, nem, mert félreértetti. Nem, olyan cenzusra lehet, hogy rosszul fogalmaztam, olyanra gondoltam, hogy az adott választópolgár tudja, hogy kiről dönt. Egyáltalán tudja, hogy mi az, ami tudja, hogy milyen pártokra szavaz, tudja, hogy azok mit képviselnek. Ez egy állampolgársági alapismeretek szerű valami, hogyan működik a demokráciánk típusú vízire gondolsz. Persze. Te ebbe az irányba hegyeznéd ki az aktuális hatalom meg csinálna belőle egy sima ki mit tudott. Én meg ezt veszem figyelembe, tudod? Jó, figyelj, tehát lehet ezt kétféle szempontból megközelíteni. Meg lehet közelíteni ezt az időben, meg mint eszmét vagy elképzelést az időn túl, mert való igaz, ha most az időben nézzük, akkor lehet azon agyalni, hogy ahogy ez beiktatódna, de nem fog beiktatódni, mert pont ezt a Fidesz nem akarja, és nyilván amíg ők dirigálnak itt kétharmaddal, addig az lesz, amit ők akarnak. Szóval eleve nem akarják, de hogyha valami oknál fogva akarnák, és akkor persze nyilván, hogy akkor saját szájuk ízére addig csűrnék, csavarnák, hogy jól jöjjenek ki belőle. De ha most viszont egy olyan helyzetről beszélünk, hogy itt van, fehér lap az ország, tiszta lap, újra lehet indulni, akkor viszont ezen, mint berendezkedésen. Én viszont azt mondom, abszolút, hogy el lehet gondolkodni, mert igen, 16 éves korra leszállítva a választójog egyfajta olyan cenzussal, akkor most nem próbálok helyesebben fogalmazni, vagy pontosabban, hogy tudja az adott választópolgár, hogy kire szavaz,
Én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal üdvösebb állapot. Mondom, nyilván ebben se fogunk egyetérteni, arra a helyzetnek érdekessége, hogy az egyik pillanatban én vittem a konzervatív dolgot, te a baloldalit, most én a progresszívet, te pedig ezt a... Figyelj, tehát hogy a... hogy mondjam... Abban egyetértünk, hogy elméletileg és papíron... Ugye a magyar törvényi környezetben is egy 16 éves személy már részben önmagáért felelős sok-sok esetben. Ugye elkezdheti a kismotorra a jogosítványt, tudom is, hogy bla bla bla. Viszont ugye eddig ugye a reális akadályokat görgettem eléd, amiket egész jól kiálltál. Akkor én a hő alapjairól beszélnék, tehát a teljesen a magjáról beszélnék. Ugye én ezt már elmondtam, hogy ez egy ilyen demokratikus sokkterápia lenne az országnak. És attól, hogy én ugye a baloldali izéket hoznám, itt ebből a szempontból megpróbálok egy picit realistábban gondolkodni. Mert hogyha kivesszük az egészből a Fideszt, kivesszük azt, hogy hogyan izélik, hanem ez egy pártokon átmenő egyetértés alapján hoznák létre a törvényt, akkor is ott van az a probléma, hogy szerintem erre a magyar társadalom többsége sajnos nincsen fölkészülve. A magyar ifjúságnak egy jó része sajnos nincsen fölkészülve. Úgy kezdődik az egész dolog, hogy az állampolgársági alapismeretek nevezetű tantárgy óra számait beleolvasztják történelemnek sok-sok esetben. És ugye, ahogy erre az országra nem uszítanám rá a marihuána legalizációt sem, úgy ez se. Tehát, hogy különbséget akarok tenni, és én azért kötöm az elbet a karóhoz, hogy különbséget akarok tenni a között, hogy lehet, hogy már valakinek a jogában áll ezt vagy azt megcsinálni, meg a között, hogy attól függetlenül tudom a korlátait, és védelmezném őket önmaguktól és a környezetektől is. És erre nagyon-nagyon-nagyon jó példa a vezetés. Mármint, hogy gépjármű vezetés, és akkor egy személyes példán keresztül egy allegórikus dologba csapnék át, ugye 17 éves kortól már el lehet kezdeni a B-kategóriás vizsga izéjét, 18 éves kortól pedig már vezetni is lehet. Volt az én iskolámban pár, hát már 19-20 éves srác, másfél-két-három év vezetési tapasztalat, legális vezetési tapasztalat volt mögöttek, ugye előtte motor, meg mit tudom én, fater kivitte a kukoricaföldre még gyakorolni mindenek előtt. És természetükből adódóan, hiszen idióta, patanásos, egzisztenciális, vagy exhibicionista fiatalok, mint én is, meg mindenki ebben a korszakában, gyorsulási versenyeket csináltak, csak erre pont a Csepeli Szent István utat választották, ami ugye egy... mind emelkedési fokban, mind pedig a horizontális tengelyen nagyon-nagyon változó, kanyargós és dombos főút. És 10 környékén lakott területen belül ezen a főúton a baloldali sávba keveredtek bele, amikor 120-szal belecsapottak a szembe jövő éjszakai buszjáratba. Abban a pillanatban mind a hármuk szörnyet halt. És hatalmas sírás volt az egészből, és ugye ott is fölmerült ez a költői kérdés, hiszen már egész idősek voltak ahhoz, hogy vezessenek, hiszen már izék voltak, hiszen már vezetési tapasztalatuk is volt, hiszen már jogukban állt, de a szülők a segük alá tettek egy több ezer lóerős Subarut, amit viszont nem kellett volna. Tehát, hogy a jog, legyen ott a jog, viszont esetről esetre, minden esetben sajnos vizsgálnunk kell, és gyerek szinten, tehát ebből a szempontból én is rühelem, hogy a
magyar politika valamilyen szinten gyerekként kezeli a társadalmát, a magyar társadalmat. De ez a dolog pláne az, hogy nem itt kellene a felnőtté tevés izéjét, felnőttként kezelését a magyar társadalomnak csinálni, és a magyar ifjúságnak sem csinálni, ahogy a szülő sem először egy teljes hétre hagyja ott a gyerekre a házat, hanem először hagyja, hogy fölmenjen a boltba, utána 2 órára hagyja babysitter nélkül, aztán délután 4-től az iskolából hazamehet a 3. osztályban úgy, hogy már kulcsa van, etc. Tehát itt én amiatt tartok ettől az egésztől, és amiatt ellenzem jelen pillanatban, amit a hosszú távú jövőben izélnék, hiányzik pár lépcsőfok a jelen pillanat és a 16 évesek választójoga között, és akkor át tudnánk bucskázni, hogy kegyetlen. Mind ők, mind a fiatalok nagyot tudnának bucskázni, és rántanák magukkal együtt valamilyen szinten Magyarországot is. Mondhatom. Mondjad. Nyugodtan. Na. Ennek a nagyon érdekfeszítő gyömbérnek egyébként, amit itt tárgyaltok, ennek van 4 gumója, amit szeretnék egy kicsit meghámozni, és mivel 4 dologról szeretnék beszélni, ezért most szólok, hogy biztos lesznek nyögések, meg jaj, nem jut eszembe, de megpróbálok mindegyikre visszaemlékezni. Az első dolog, amit eszembe jutott ezek az egésszel kapcsolatban, hogy itt valószínűleg arról van szó a Momentum részéről, hogy ugye most már az összefogósdinak vége van, és ezt meg is mondta Gyurcsány, hogy be van fejezve az összefogás, mindenki indul, ahogy tud. És nekik önerőből kb. 4%-uk lehet, ahhoz, hogy ne essenek ki a politika körforgásából, ugye legalább 5 kell. A Momentumnál valakik megmérték, hogy a 16 év és 18 év közöttieknél lehet találni 1%-ot. Nekik az teljesen mindegy, hogy ez a módosítás, ez jelent plusz 4% szavazatot a kutyáknak és másik 4-et. A Mi Hazánknak az ő 1%-uk megvan, ők benne maradnak a politikában. Én ezt gyanítom emögött, semmilyen globális jobbító szándék vagy ilyesmi. Igen, nincs. Ebből a szempontból, bocsánat, ebből a szempontból nagyon-nagyon hasonlít ugye a Mi Hazánkos eheti földolgozott témánkra is. Tehát, hogy csak ez most nem jobbról, hanem balról jött. Ja, hogy az aktuál politikán keresztül nézünk mindent, vagy a politikai érdeken keresztül. Igen, igen. Így van. A másik dolog, hogy az értelmiség, a függetlennek mondott értelmiség, illetve általában a közbeszéd nagyon imád a választási törvény és a választási szabályok megjavításáról beszélgetni. Én is imádok, ti is szerettek, ezt megfigyeltem. Az emberekben van egy ilyen jobbító szándék, hogy hogy lehetne jobb. Ez olyan, mint arról beszélgetni, hogy hogy lehetne a költségvetési forrásokat jobban elkölteni, stb. A baj az, hogy a választási rendszerünk nem véletlenül ilyen, vagy nem megszokásból, vagy mert valaki elfelejtette megjavítani, vagy még éppen nem került rá sor, hanem azért ilyen szar, és azért a fogatlan prolik döntenek 4 évente arról, hogy melyik demagóg szarházi társaság kormányozzon, mert a politikusi elitnek ez az érdeke. Tehát hiába lenne 100 meg 100 kézenfekvő javaslat, amit a puzsérék is megrágnak állandóan, meg mi is szoktunk arról, hogy hogy lehetne jobban csinálni. Ez nem azért nem ültetődik át a gyakorlatba, mert nem jut el hozzájuk a hangunk, vagy mert nekik nem jut eszükbe, hanem mert nem ez az érdekük. A fiatalokkal kapcsolatban konkrétan én egyrészt azt gondolom, lehetséges, hogy nekem a buborékom, amik a ilyen korosztályú fiatalokat tartalmazzák, azok nagyon szűrt és nagyon egyoldalú, de én pont, hogy azt tapasztalom, hogy egy késő 10 éves fiatal 20 éves, az kb. Éppen csak ott nem tart, hogy nem szopja még az ujját. Az, hogy egy lány 12 évesen menstruál, az nem azt jelenti, hogy ezek a fiatalok érettek. Én is, hát jó régen voltam fiatal, én alapvetően egy politikailag, társadalmilag, közéletileg tudatos embernek tartottam magam mindig is. Ennek ellenére a középiskolás, főiskolás éveim azok arról szóltak, hogy iskola, buli, ígyunk, együnk jókat, meg próbáljunk beavászkodni az ellenkező nemnek a fején, nemi alá. Körülbelül ennyi tudatossággal rendelkezik az én buborékomban egy átlagos, nemhogy 16 éves, egy átlagos 24 éves. Manapság nincs víziójuk az országgal kapcsolatban,
Többségük általában apatikus és teljesen apolitikus azzal kapcsolatban, hogy mi lenne jó, mit kéne csinálni, nincsenek is képbe. A mai fiatalok nem olvasnak döntően híreket. Ha neteznek, akkor az valami képi tartalom, Instagram, valami shorts videó, vagy YouTube, vagy bármi, vagy filmet néznek, zenét hallgatnak, csetelnek egymással, nem foglalkoztatja őket annyira a közélet. Teljesen vakon vannak, ugye tévét, híreket, ilyesmiket nem néznek. Tehát nem, én pont, hogy azt gondolom, hogy biztos, hogy van egy olyan buborék, amit mondasz Imrém, a te ismerettséged, vagy az a, például az a Discord oldal, ahol a srácokkal szoktunk beszélgetni, mind-mind nagyon fiatal srácok, és tökre vág az eszük, még ha nem is értünk mindenbe együtt, de van egy eszmeiségük a világról. De szerintem tartok tőle, hogy ők a kisebbség inkább, és szeretném én is azt látni, hogy tudatos fiatalok építik az országot, de inkább én azt gondolom, hogy a fiatalok többsége csak sodródik. Egyébként tegyük hozzá, hogy ez így van helyesen. Tehát amíg fiatal vagy, addig élvezd ki a fiatalságodat, valahogy építsd a jövődet, alapozd meg az életedet, aztán utána rá lehet érni politikával foglalkozni. És szerencsésen nem felejtettem el, a negyedik dolgokhoz is eljutottunk ezzel. Ugye felmerült, hogy ezek a 16-tól 18-ig fiatalok, ezek radikálisok táborát erősítenék. Hát egyet kell, hogy értsek Kristóffal, ugyanis én azt gondolom, hogy aki ilyen életkorban olyan módon traumatizálódik, hogy elkezd a közélettel meg a politikával foglalkozni, abban biztos van egy ilyen befeszülés azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi rendszer szar, mindent fel kell rúgni, vagy jobbról, vagy balról, vagy valamilyen anarchista oldalról, vagy ultraliberális oldalról, vagy teljesen mindegy, valamilyen szélsőségről. Nem látom azokat a 16 éveseket, akik így azt mondják, hogy milyen jól csinálja ez a Fidesz, én leszek fideszes, vagy te jól mondja ez a Gyurcsány, legyek ilyen balközepes valami. Nem igazán gondolom, hogy a lecsillapodás, vagy ez a fej bele, hogy mondják, mit csinál a fejjel ágya, begyógyul, befor, köszönöm szépen, benő a fejjel ágya, hogy ez pont, hogy nem a fiatal vehemenciával jár együtt. A fiatalok mindig azok, akik ki akarják forgatni a sarkaikból a világot, másodszor mondom, ez így van jól, ez így helyes, a fiatalok hozzák mindig a progressziót, vagy nevezzük szélsőségnek, ebben esetben teljesen mindegy. Az öregek azok, akik meg húzzák a féket, azt mondják, állj, ne menjünk fejjel a falnak, máshogy is lehet falat bontani, vagy lehet, hogy az a fal jó helyen van ott. Tehát szerintem is, én is azt gondolom, hogy ezek a, nem tudom mekkora tömegről beszélünk, hány százezer 16-18 közötti szavazópolgárt jelentene ez inkább a szélsőségek felé tolná el, már amennyiben visszakanyarodván az előző témánkra, van-e Magyarországon komolyan vehető szélsőség? Amit erre tudok mondani, ugye kimondtad a kulcsot, azt mondtad, hogy ezeknek a fiataloknak, ezen fiatalok nagy részének nem jutna eszébe, hogy az Orbánra, vagy a Gyurcsányra szavazzanak, hogy legyenek egy ilyen bal közép, ahogy te fogalmaztál, vagy ilyesmi. Szóval engem ez, elvileg ennek el kellett volna tántorítania engem ettől az állásponttól, de ez még jobban megerősített, hogy ezek a fiatalok nem a Gyurcsányra és nem az Orbánra fognak szavazni, legyen az bárki más, én azt hiszem, hogy akkor egy nagyon boldog ember leszek. Igen, az mindenképp nyereség az országnak. Én meg károgó varjúként rászállok a Laca másik vállára, és csak annyit tudok mondani, hogy ha a múlt évszázadon, meg az összes évszázadon végignézünk, amikor a fiatalok belettek vonva a közéletbe, a politikába, és aktívan tehettek ellene, abból kaptuk a gyerekkeresztes hadjáratot. Nem, abból kaptuk a... Jó, de ha abból nem, akkor abból kaptuk biztosan a Hitlerjugendet, a maoista gyereket, aki följelentette a saját szüleit, mert olyan jól indoktrinált volt. 48-at és a kiegyezést, 56-ot és a Kádárrendszert. Ne, 56-ot nekem. Ne öntsük ki azért, hogy gyerekkel együtt a vizet. Ne. 56-ot csak a pesti srácra fölhúzni, ez egy undorító smittmáriai gondolat. Azért ott messze több dolog. Valakinek be kell nyújtani azt a hordót. Ne, állj meg! Kik csinálták? Az egyetemistek. Hol vannak 16 éves egyetemistek? De fiatalok, most globális a fiatalokról beszélünk. Hagyjál már. Tehát, hogy nem... Ne. Az, hogy tehát arra jó, arra mindig jó. Tehát, hogy a ifjúság... Most Péternek megvárták, hogy betöltse a 18-at. Az ifjúság mindig egy politikai powerhouse.
Viszont az ifjúság az egy villámgömb, le kell földelni. Az ifjúságot nem lehet csak így kiereszteni, az ifjúság, politikailag aktív ifjúságot. Hopp, menjél csak! Mert nem lesz jó. Mert nem lesz jó, arra figyelni. Én úgy mondanám, hogy az ifjúság az legyen a változás katalizátora, nem? Hogyha valahol igény van a változásra, ők nyújtják be hozzá, a motort. Meg hogyha... adja hozzá a lelkesedést, meg adja hozzá az energiát, viszont valahol igenis szóljanak bele az idősebbek, hogy srácok, ezt már mi megpróbáltuk, annon nem működött, vagy srácok, nem az a jó irány, de az az energia, az az izé, ebben egyetértek azért, mivel ez kell a közéletünkbe, jobban kell a közéletünkbe, minden ország közéletébe valamilyen szinten jobban kell, viszont ez felügyelet mellett, ez olyan, mint a hidrogénhajtású autó, kurva jó megújuló energiaforma, de ha kigyullad egy benzinkút, akkor basztad. Érted? Ja. Na, srácok, 1:15. Még elmondjuk, miért fontos az új Kubatov listára rákerülni, az ellenzéki Kubatov listára. Mekkora geci vagy. Vagy a valami, aminek akkora súlya van, mint az alternatív köztársasági elnöknek. Mekkora geci vagy. De azért mi többet tettünk, mint mondjuk az árnyék kormányzás a DK-tól, de nem, szerintem egyelőre ennyire kiégettük az izét, és utána, ahogy most elküldtem a jó kurva anyjába a Momentumos izét, szavazó gyűjtőket majd, és vitatkozni fogok velük, úgyhogy ezt egy héttel, kettővel ezelőtt a lófasz másik oldalán álltam, az úgy egy picit, na. Oké. Okay. Imrén, beléd szorult még valami gondolat, amit meg akarsz osztani? Abszolút nem. Abszolút nem. Én azt hiszem, mindent elmondtam, ahogy a Ferenc József mondta, mielőtt megüzente volna a hadat a nagy háborúba, mindent megfontoltam, mindent átgondoltam. Azt is milyen jól átgondolta, bazd meg. Oda is egy fiatalabb ember kellett volna. Na, hát akkor köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok ma is, ha még mindig velünk vagytok. Hogyha még mindig velünk vagytok, akkor megnyertétek a hét kérdését, ami pedig úgy szól, hogy szerintetek melyik tehetségtelenebb, túlértékelt színész, melyik túlértékelt színész tehetségtelenebb, aki csupán amiatt minősül jó színésznek, mert jó filmekben játszott. Remélem érthető a kérdés. És a két választás az a Brad Pitt és a Keanu Reeves, hogy így erre várjuk a válaszokat kommentekben. Én team B vagyok mindenképpen, és én is föltennék egy kérdést, hogyha szerintetek, hogyha átmenne ez a momentumos kezdeményezés, akkor, és hogyha mellette kijönne a Donáta Anna OnlyFans, akkor mennyi ifjú iratkozna, és hogyha ezzel szemben megindítaná a mi hasznánk a Furkó Dorka OnlyFans-t, vajon ez alapján melyik tábornak lenne a nagyobb követő száma? Hát ez mondjuk nem kérdés, száma. Donáta Anna 15 éve számított jó nőnek, és majd ráncos, mint nagyanyám segge. De hát ez döntsék el, ugye, a kedves hallgatók. Én ne haragudj, én azért láttam közelről, amikor nem izé durván világították meg a fények, de mindenkinek a personal preferencei. Igen, alapvetően erre vagyunk kíváncsiak. Hogy ti melyikre iratkoznátok föl szívesebben, a Furkó Dorka vagy a Donát Kacsa OnlyFans-re? Hát akkor sziasztok! Sziasztok! Üdvözlet, sziasztok!